Köszöntöm a Hey Vizi televízió nézőit, Önök március 23-ai keddi adásunkat látják. Híradóval kezdünk, tartsanak velünk! A gyermekek túlnyomó többsége mozgásszegény életet él. Ez nagy mértékben hozzájárul a gyenge immunrendszer és a különböző testtartási problémák kialakulásához. A Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház kínálata ennek megelőzése érdekében újabb szolgáltatással bővült. Az intézmény a 18 év alatti gyermekek részére gyógyúszást biztosít. Egy speciális úszótáblát használunk arra, hogy a gyerekek mozgását segítsük. Újabb szolgáltatással bővült a Szent András Reuma Kórház. Mostantól a fedett fürdő és terápiás centrumban a 18 év alatti gyermekek részére nyújtanak gyógyúszást. A szolgáltatás azért is hiánypótló, mert a mai kor gyermekére jellemző mozgásszegény életmód nagy mértékben hozzájárul a testtartási problémák kialakulásához. A gyógyúszást nagyon sokféle betegségben alkalmazzák, tehát alkalmazzák például a szívbetegségben vagy asztma esetén. Mi ezeket nem használjuk, nem értünk hozzá, mi a mozgásszervrendszerek elváltozásánál alkalmazunk, tehát kimondottan akkor, amikor valakinek egy gerincdeformitása, hanyagtartása van, vagy esetleg tyúk melle, vagy más mellkas deformitása. Ezt a szakorvosaink fölméri, és akinek szükségeltetik, ajánlják ezt a gyógyúszásos lehetőséget. Az egészséges fejlődéshez nélkülözhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű mozgás. A gyógyúszást kis létszámú 6 fős csoportokban tartják. Gyógytornász irányításával heti 2 alkalommal 45 perces foglalkozásokon. Az oktatás kezdő és haladó csoportban is zajlik. A gyógyúszáson elsősorban a normál úszás nem veszünk részleteket, illetve ezt kiegészítjük speciális mozgásanyaggal, amelyeket különböző speciális eszközökkel is lehet színesíteni. Elsősorban a kamaszkort, tehát ez a 10-től 18 éves korosztály számára nyújtjuk ezt a szolgáltatást. Izomtónus fokozása, izomerősítésre, rövidült izmok nyújtására, illetve a nagyizületek, gerinc, illetve különböző mozgásoknak a tehermentesítésére használjuk. A mozgástartomány növelése és az izmok erősítése mellett a gyógyúszás hat az idegrendszerre, valamint a gyermekek önbizalmára is. Fejleszti a koordinációkészséget, egyensúlyt, mozgásérzékelést és a térszabályozást, felhasználva a víznek a testre gyakorolt hatását. A gyógyúszás igénybevételéhez házi orvosi beutaló utáni reumatológiai szakrendelésen való részvétel szükséges. Heti 2 alkalommal összesen 52 kezelés vehető igénybe támogatottan. Március 21-én világszerte a költészetet ünnepeljük. Az UNESCO 1999-ben jelölte ki ezt a napot azzal a céllal, hogy a költői kifejezés eszközével támogassa a nyelvi sokféleséget, és növelje a veszélyeztetett nyelvek megismerésének lehetőségét. A vers ima, melyben megismerjük legrejtettebb vágyainkat, legöntudatlanabb boldogságainkat is. Március 21-e a Költészet Világnapja. Célja a költemények olvasásának, írásának, megjelentetésének és oktatásának előmozdítása az egész világon, illetve újra felismerni és lendületet adni a nemzeti, tájegységi és nemzetközi költészeti mozgalmaknak. Habár sokan összekeverik a kettőt, a Költészet Világnapja nem összetévesztendő a Magyar Költészet Napjával. Minden nemzetnek van saját nemzeti költészet napja. Nálunk Magyarországon ez április 11-e, József Attila születésnapja. Ez csak a magyar verset ünnepli. Tehát nem szabad a kettőt összetéveszteni. A március 21-e nemzetközi világnap, április 11-e pedig a Magyar Költészet Napja. A világnap érdekessége, hogy éppen egybeesik a csillagászati tavasz kezdetével, és ez nem véletlen. A költészet mindig a kezdetet, a szerelmet, a mély érzéseket jelenti, a megfrissülést jelenti az ember számára, úgyhogy azt hiszem, hogy ez így teljességgel rendben van. Ráadásul számunkra, nekünk, magyaroknak ez még különösebben fontos ünnep, hiszen pár napra esik március 15-től, ami Petőfi Sándorunk legnagyobb napjától, aki pedig az egyik legtömörebb, legfontosabb, legigazabb verset írta ebben a kérdésben. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet.
Hévíz városában is fontos a versmondás művészete, továbbá pedig az Éjes Gyula általános iskola tanmenetében is kiemelt helyet foglal el a költészet. 1992 óta Éjes Gyula nevét vette fel az iskola, és ennek tisztelgünk minden évben a költő születésnapján szervezett körzeti szavaló versennyel. A városi rendezvények közül talán a leghíresebb és valóban értéket teremtő április elején tartott Én és a világ című szavalóverseny, amely Szabó Lőrinc verseiből gyűjt, abból válogat, és egészen országos szintig jutott. Az iskola diákjai a tanév során játékos feladatok és kihívások révén ismerkednek a költészettel. A tanulók évről évre kimagasló eredményeket érnek el a versmondás terén, jelenleg is ők őrzik a József Attila megyei szavaló versenyvándorkupáját, de országos helyezésekkel is büszkélkedhetnek. Hévíz városában az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben foglaltak értelmében idén is összeírják az ebeket. Az ebösszeírás során az összes kutyatartó számára kötelező az adatszolgáltatás, így a korábban már bejelentett ebek esetében is le kell adni a bejelentő lapot április 1-e és május 31-e között. Minden hévízi kutyatartónak ebbejelentési kötelezettsége van idén is az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény értelmében. A kötelezettség a korábban már bejelentett ebek esetében is él, így május 31-éig minden gazda számára kötelező az összeíró adatlap leadása. Ennek elmulasztása ebenként 150 ezer forint állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Az ebösszeírás az több minden miatt fontos. Egyrészt azért ez már régóta egy bevett szokás Magyarországon, még az előző rendszerváltás előtti időkben is volt ebösszeírás, sőt régen volt ebadó is, ami ha jól tudom most is van, de nem minden város veti ki. A fontossága szerintem abban rejlik, hogy legalább képbe kerül egy önkormányzat vagy egy város arról, hogy hány állat van, ezeknek az állatoknak milyen az immunstátusza, ergo be vannak-e oltva, és egy esetleges bármilyen járvány esetén mire lehet számítani a jövőben. Magyarországon egyetlen oltás kötelező, ez pedig a veszettség elleni oltás, amely évente ismétlendő. A kötelező oltás mellett azonban létezik többféle ajánlott vakcina is. Ilyen például az úgynevezett kombinált oltás, amely összesen 6 fertőző betegségtől képes megóvni kedvencünket. Mindenféleképpen a kombinált oltást, illetve az alapimmunizálást javaslom. Az alapimmunizálás az ugye ugyanúgy, mint a kisgyerekeknél megvan az oltási program, ez ugyanúgy kiskutyáknál, illetve macskáknál is megvan. Gyakorlatilag az oltási sorban az összes olyan fertőző betegség ellen beoltjuk a kutyákat, illetve a macskákat, amik akár az életüket követelhetik. Itt kiemelném elsősorban a parvót, tehát a parvóvírusos bélgyulladást, mert az, ha elkapja egy olyan kutya, aminek az immunstátusza nem jó, tehát nincs immunizálva, beoltva, az 50-70%-ban el is pusztul bele. Az állatorvos fontosnak tartja, hogy a Balaton közelében, tekintettel a kutyástrandra, kenelköhögés ellen mindenképpen oltassuk be kutyáinkat. Ez a betegség ugyanis cseppfertőzéssel terjed, tehát a vízben könnyen elkapható és továbbadható. Az ebösszeíró adatlap Hévízváros közigazgatási honlapjáról tölthető le, ahol további információkat is találhatnak a bejelentésű kötelezettségről. Hétvégén hazai pályán játszott Hévíz női kézilabda csapata. A csapatnál változás is történt Kisné Gliba Adriántől, aki hamarosan anyai örömök elé néz, Lanc Katalin szakosztályvezető vette át az edzői feladatokat, így a Siófok elleni mérkőzésen már ő instruálta a kispadról a lányokat. Dinamikus és egyben kiegyenlített első 10 percet láthattunk a Hévíz-Siófok összecsapáson, felváltva estek a gólok. Ezt követően a hazaiak előnyre tettek szert, a 18. percben 12-9 volt az állás, ezt 4 gólos különbségig növelték a hévíziek, ezután dolgozott le hátrányából a Siófok. Ám visszavették a hazaiak a vezetést, az első félidő 17-14-es eredményt hozott. A második játékrész 6. percére már 5 gólos előnyre tettek szert a hévíziek, ezt a félidő 14. percéig tartották, ekkor 24-19 volt az állás.
Zsinórban belőtt 5 góljával azonban egyenlített a Siófok, jól kihasználva a szűkös hévízi keret fáradását. Ennek ellenére folytatták a lendületes játékot, a mérkőzés utolsó 12 percében felváltva estek a gólok, ebből 2 percen át kettős emberhátrányban is nagyot küzdöttek a hévíziek. A vendégek 4 másodperccel a vége előtt győztes gólt szereztek, így 34-35-ös eredménnyel siófoki győzelem született. Kevesen vagyunk, tudtunk volna egy 4-5 percet pihentetni a belső posztokon, akkor szerintem másnett a véghajrá. Azt sajnálom, hogy azt is mondtam itt a lányoknak most a végén pár szóban, persze meg kell nyugodni, még egy kicsit átgondolni, hogy szerintem kihoztuk a maximumot, mindenki emelt fővel és felemelt fejjel menjen haza. 34 gólt tudtunk lőni ennek a Siófoknak, szerintem erre büszkék lehetünk. Arról sajnos nem tehetünk, hogy akik heti 10-et edzenek, azzal nem tudtuk fölvenni a végén a harcot a fizikálisan. De nagyon-nagyon sajnálom, mert főleg ez lélektanilag lett volna nagyon fontos a lányoknak, még az egy pont is. Lanc Katalin elmondta, hogy a Siófok csapatában több NB1-es játékos is pályára lépett, ennek fényében különösen büszke a lányokra, akik ezúttal is igazi csapatmunkáról és küzdeni tudásról tettek bizonyságot. Hozzátette, ennek a csapatnak épp úgy meghatározó tagjai a fiatalok, mint a már tapasztaltabb játékosok. Erre építve dolgoznak tovább, hétvégén Pécset mérkőznek meg, majd április 10-én ismét hazai pályán játszanak. Dogline című műsorunk következő részében újabb 3 kis védencet mutatunk be nézőinknek. DJ Nemo és Scully az Elizabeth menedék telephelyén töltik mindennapjaikat. Egyetlen vágyuk, hogy egy gazdi haza vigye őket. A felelős kutyatartásról Szász Anna állatgondozó osztja meg velünk véleményét. Aki két hete van itt, azt hiszem, körbelül, és őt a gyepmestert hoztuk el, a gyepmesterhez leadták tulajdonképpen, hogy nincs rá szükség a továbbiakban. Van egy jó kis fülgyulladása, amit nem kezeltek, úgyhogy mi most kikezeljük. Ő már ivartalanítva van, negatív a szívféreg tesztje, és a kutyákat nem annyira szereti, úgyhogy inkább egyedüli kutyának ajánlanám. A gyerekeket szereti, én szerintem én egy ilyen idős néninek is, bácsinak is el tudnám őt képzelni. Jó házőrző, meg amúgy ilyen kis kedves kutya, csak valamiért a kutyákat nem annyira szereti. És fiatal még, pár éves. Úgyhogy kertbe is akár szerintem, lakásba bent alvással el lenne ő. Kedves, nyugodt, házőrzőnek jó, mert szokott ugatni, hogyha jön valaki. Elsőre egy picit bizalmatlan volt, de amúgy azóta már feloldódott, úgyhogy most már teljesen jól van. Hát valamilyen tacskó keverék minden bizonnyal. Van nálunk, és most már nagyon barátságos, de egyébként nagyon bizalmatlan volt, amikor ide került. És a gazdája hívott föl minket, hogy szökik a kutya, harap a kutya, ő mindent megadott neki, és mégis a kutya hálátlan, de igazából ezzel a kutyával nem sokat foglalkoztak. Ugye ő egy puli-mudi keverék, szerintem neki feladat kell, nem csak az, hogy házat őriz, vagy csak úgy van a kertben, mint egy dísz,
hanem ő ugye azért neki régen feladatai voltak, terelt, ő őrizte anyáját, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó kis sportos gazdinak teljesen jó lenne, akár agility-re, vagy csak sima kutya iskolába járása. Most lett ivartalanítva, neki is negatív a szívfélek tesztje, úgyhogy abszolút örökbefogadható már. Egy jó helyen egy jó kis kutya lenne belőle. Fiatal, 2019-ben született, úgyhogy még sok mindent meg lehet neki tanítani. Cserszeg Tomajról érkezett, körülbelül egy 2019-ben született ő is. És hát egy másfél méteres láncon tartották, nagyon le volt soványodva, most már nagyon-nagyon jól néz ki ahhoz képest. Hát nem sok nevelést kapott eddigi életében, mint ahogy látszik is, úgyhogy egy aktív gazdinak ajánlom, kertesházba, lakásba a bejárással, és mindenképpen elmennék vele kutyaiskolába, valami foglalkozás, kirándulás, minden ilyesmi szerintem, ami őt egy kicsit lefárasztja. Amúgy nagyon okos kutya, gyakoroltunk már vele, és ügyesen megcsinál dolgokat. Úgyhogy lehet vele szerintem foglalkozni. Hát a német juhászhoz van benne. Ivartalanítva van, ő is szívféreg negatív, úgyhogy őt is akár azonnal örökbe lehet fogadni. A kankutyákkal úgy néz ki, hogy nincsen problémája. Egyébként, ha be van zárva, nyilván ugat, de amúgy kint itt sétáltunk vele, és akkor nem volt probléma. Hát, nagyobb gyerek mellé szerintem igen, kicsi gyerek mellé a mérete miatt nem. Időseknek nem ajánlanám, de inkább ilyen családba, fiataloknak, egyedülállóknak, vagy nagyobb gyerekkel. Felelős kutyatartás szerintem azt jelenti, hogy egyrészt be van oltva a kutya, csipelve van, tehát hogyha eltűnik, akkor meg lehet találni, de a másik felelős kutyatartás az, hogy nem hagyom, hogy az utcán járkáljon a kutya egymagába, mert az nem kutyasétáltatás, meg az, hogy hát nyilván biztosítom neki azokat a körülményeket, amiket úgy alapból elvárunk, tehát a normális kerítés, legyen kutyaház, szigetelt kutyaház, télen, hogyha ilyen mínusz 10 akárhány fokok vannak, azért bemehessen a garázsba, hogyha kinti kutya. Én még azt is mondanám, hogy nyilván ilyen alapvető dolgok, hogy enni kapjon a kutya, és normális ellátása legyen, ha beteg, akkor elmenjen állatorvoshoz. Emellett még azt is mondanám, hogy csak úgy házőrzőnek, láncra, tehát az nem kutyatartás. És azt gondolom, hogy igenis kell a kutyának a kertes házban élőnek is, hogy kimenjen az utcára, sétáljon, kiránduljon, foglalkozva legyen vele. Megkapja. Tehát ne csak szeretetet kapjon, hanem foglalkozást is. Agyilag legyen fárasztva. Gyakorlatilag ennyi. Amennyiben DJ Nemo vagy Scully felkeltette érdeklődésüket, ne habozzanak, hiszen nekik ez egy új sors kezdete lehet. Talentum pódium rovatunkban ma Trubeckaja Szófia, harmadik osztályos hévízi kisdiák olvassa fel nekünk a Kis Bicebóca című mesét. A Kis Bicebóca Mora Ferenc alapján. Sohasem felejtem el, amikor Pál Istok Peti, a Kis Bicebóca először kocogott be az iskolába. Lenhajú, búzavirágszemű, velem egy idős fiúcska lehetett.
Mind a két hónap alatt mankó volt. Nem is annyira ment, inkább úgy ugrált a tanító úr elé, mint a veréb. Mit akarsz, fiacskám? Kérdezte tőle a tanító úr barátságosan. Iskolába szeretnék járni, mondta bátran. Kicsit megkéstél, gyermekem. Most kerültem a városba. Itt vannak a bizonyítványaim. A tanító úr nézte az írásokat, és megcirókálta a gyerek fejét. Hát az édesapád miért nem jött el veled? Nincsen nekem sem apám, sem anyám. Elhaltak. A nagyapám vett magához. A tanító úr azt kérdezte a gyerektől, hát az ő neve micsoda? Pálistok Peti. Hogy csinálok én neked helyet, mikor úgyis alig férünk? Tudod mit, fiam? Szánta meg a tanító úr. Telepedj be a kuckóba. Úgyis ott van most a jó világ. Nagy bogja kemencéje volt az iskolának. Az új diák oda nézett és örült. Nagyon jó lesz, mosolyodott el Pálistok Peti, és indult a helye felé nagy mankókopogással. Ott aztán meg sem ukkant az óra végéig. Akkor odakobogott a tanító úr elé, és engedelmet kért tőle, hogy ő neki ne kelljen hazamenni délben. Messzire laknak túl a városon, oda-vissza meg se lehetne tenni az utat délutánig, még rendes lábú embernek sem. Én pedig csak olyan bicebóca vagyok, tette hozzá egy kicsit bánatosan. Maradni maradhatsz, fiam, de hát tenned is kellene ám valamit. Van mit ennem, sietett a bicebóca a nagy megnyugtatással. Belenyúlt a ruhája egyik feslésébe, és kimarkolt belőle néhány szem kökényt. Jó ez, mosolyodott el, csak sok legyen belőle. No, én nem szeretnék kökényt ebédelni, gondoltam magamban délben, mikor a levesben merítettem a kanalamat. Kivettem a tálból egy lekváros buktát, és belecsúsztattam a zsebembe. Aztán azt mondtam, én nekem nagyon kell sietnem az iskolába. Siettem is, hogy el ne hűljen a bukta. Csendesen nyitottam be az ajtót. Ezt neked hoztam, bukta. Szeretem, mosolyodott el Pálistok Peti, és mindjárt bele is harapott. Ez alatt Gyuszi is besompolygott az ajtón, és odaállt elébünk. Hoztam neked valamit, dobos torta. Egy másik fiú fügét hozott, a harmadik almát, a negyedik mágos kalácsot. Csak hamar úgy be volt terítve az egész patka, akár egy cukrászbolt kirakata. A kis bicebóca pedig zavartan kapkodott, hol az egyikhez, hol a másikhoz. Ez mind az enyém? Ez is? Mit csináljak én ezzel a sok mindenfélével? Azt hiszem, soha olyan jók nem voltunk az iskolába, mint azon a délutánon. 4 óra után egész falkában kísértük végig a kis bicebócát az utcákon. A következő negyed órában a Zalai Krónika híreivel megyénk közelmúltbeli fontosabb eseményeire tekintünk ki. A tartalomból elkezdődött a zalaegerszegi Szent Család óvoda átépítése. Új feladatok a megyei önkormányzat tevékenységi körében. Stabil és kiegyensúlyozott tófej költségvetése. 2,4 milliárd forintos fürdőfejlesztés Lentiben. Köszöntöm kedves nézőinket! A szomszédos telekkel bővített területen megkezdődött a zalaegerszegi Szent Család óvoda új épület együttesének kivitelezése. Az összefogással megvalósuló beruházás alapkövét ünnepélyes keretek között tették le. Az egyházi szellemiségű óvoda 1997-ben alapítványi formában kezdte meg működését, majd 10 éve a szombathelyi egyházmegye vette át a fenntartást. Az épület a hosszú évek alatt elhasználódott, statikai és szigetelési problémái egyre több fejtörést okoztak. Amikor 2011-ben Beres püspök úr átvette egyházi fenntartásba a Szent Család óvodát, akkor dolgok derültek ki,
hogy az épület bizony renoválásra szorul, és amikor kiderült az is, hogy igazában renoválni már nem nagyon lehetne, ezért merült föl akkor annak a gondolata, hogy új építkezést kellene itt a Szent Család óvoda részére tenni, és ez folyamatosan ment. Ki kellett mondani, hogy a régi épület menthetetlen. A tervezési folyamat elindult, s a költségkalkulációkból az is kitűnt, hogy a szükséges anyagi fedezetet az egyház egyedül nem tudja előteremteni. Számos egyeztetés eredményeként kaptak segítséget az államtól és a márostól is. Az önkormányzat egyrészt természetesen biztosította azt a kormányzati kapcsolatrendszert, amellyel sikerült elérni, hogy Magyarország kormánya első körben 350 millió forinttal, aztán még 121 millió forinttal járult hozzá ennek az óvodának a megújításához, az új szárnyak megépítéséhez. Másrészt természetesen, mivel a Szent Család óvoda immáron 1997 óta a városunk szerves része, ezért nem is volt kérdéses, hogy a szükséges telkeket ingyenesen, térítésmentesen biztosítjuk. És emellett pedig a megvalósítás során azokat az engedélyezési eljárásokat is soron kívül intéztük, amelyek köszönhetően több mint 800 millió forintból megújulhat, bővülhet ez a keresztény és nemzeti szellemiségű intézmény. A kormány támogatását az elmúlt időszakban indított óvodafejlesztési programból sikerült megszerezni a Szent Család óvoda számára. Külön az egyházi óvoda programban van egy katolikus terület is, református és evangélikus is egyaránt, és ezen az a katolikus óvoda fejlesztési programon belül indult el a zalaegerszegi Szent Család óvodának a fejlesztése, nagyságrendileg 800 millió forintból, de összefogással, és ez a fontos. Egy folyamatosan bővülő intézmény kapott támogatást. Az óvoda induló létszáma 43 fő volt, napjainkban viszont már 105 kisgyermek neveléséről gondoskodnak. Az új épület együttes tágasabb, kényelmesebb lesz, mint a jelenlegi. Másfélszeresével lesz nagyobb az óvoda épülete, hisz a törvény elő is írja azokat a kötelező adottságokat, amikkel rendelkeznie kell egy új óvoda épületnek. Már eleve az hatalmas fejlődés lesz az életünkben, hogy 4 csoportszoba helyett 5 csoportszobával fogunk tudni működni, bővülünk egy kápolnával és egy hozzátartozó tornateremmel, amit összenyitva akár lelki gyakorlatok, akár közösségi és családi profán szakrális programok megrendezésére meg tudjuk végre valósítani. A három lépcsőben megvalósuló óvodafejlesztés záróütemében a most használt épületet elbontják, és a területtel megnövelik a szabadtéri játszóterületet. Az óvoda 2022 őszére újul meg. A törvényi előírásoknak megfelelően határidőre elkészítette idei költségvetését az Zala-megyei önkormányzat. A büdzsé főösszege nagyságrendileg hasonló a tavalyihoz, melyet nyilván befolyásolnak majd a megjelenő pályázatok. Tavaly évhez hasonlóan a milliárdos nagyságrendről beszélhetünk. Az Zala-megyei önkormányzatnak azon kívül, hogy természetesen a saját működését is kell biztosítania, nagyon sok pályázattal foglalkozunk, és látható, hogy az idei év is bőségesen ad egyrészt feladatot, másrészt pedig olyan plusz feladatok is érkeznek az önkormányzathoz, amik eddig még nem voltak. Hogyha nézzük, akkor a Zala-megyei önkormányzathoz, és ezen kívül még az összes többi megyei önkormányzathoz került a falugondokoknak a képzése. Most gőzerővel dolgozunk azon, hogy ezt a képzési rendszert megfelelő módon tudjuk majd a falugondokok számára biztosítani. Emellett folyamatosan pályázatokat készítenek elő. Ezek tervezése elengedhetetlen a megye fejlesztéséhez. Van a Zala két keréken kerékpárhálózat, és körülbelül 60 kilométeren és egy olyan 152 millió forint értékben terveket tudunk elkészíteni, hogy amennyiben lesz forrás, akkor ezt a hálózatot, amely átszeli a megyét, ezt egységesíteni tudjuk. Emellett persze nem maradhat el az a feladat, hogy az uniós forrásokat, ami a 14 és a 20-as időszakban rendelkezésre állt, és még most is, mint kiírás is megjelentek, például a csapadékhálózat fejlesztése, rekonstrukciója, vagy csapadékvízelvezetés, azokkal foglalkozunk, és mellette pedig az új topos pályázatok, amit most Top Plus néven fognak megjelenni, azoknak a szakmai előkészítését végezzük. A megyei önkormányzat vezetésével, illetve partnerségével több sikeres projektet koordináltak az elmúlt években. Ezek folytatása és újak indítása is szerepel 2021 feladatai között. Körülbelül 600 millió forint értékben a
Kerkateskán, Lovászi és Tornyi Szent Miklós kerékpárút megépítése valósulhat meg ebben a ciklusban, ebben az évben. A közútfejlesztésnél szintén két közútas pályázat nyert, az olyan 630 millió forint, és hát a foglalkoztatási paktum is tovább folytatódik. Az új ciklusban a leghamarabban megjelenő kiírások szintén ez a három lesz, hisz nyilvánvaló az úthálózat fejlesztésére mindig is nagy igény van, ez kifejezetten állami utakra vonatkozik, és hát a foglalkoztatási paktum látva a pandémiás helyzetet azt hiszem, hogy nagyon jó szolgálja majd szintén a támogatási rendszert. Elfogadták Tófej költségvetését is. A közel 700 lelkes település helyzete kiegyensúlyozottnak mondható. Bevételei stabilak, ám emellett folyamatosan figyelik azokat a pályázatokat, amelyekkel további forrásokhoz juthatnak. A falu büdzséje 2021-ben hasonlóan alakul, mint a korábbi években. A községben működik egy nagy vállalkozás, ami a bevételi oldalhoz jelentős mértékben hozzájárul. A mi bevételünk fő része az alakerámia adójából származik, ami kiteszi a költségvetésünk 25%-át. Ebből a szempontból tehát jól állunk. A költségvetés nagyságrendje 300 millió forint körül van, ebbe beletartozik az óvodának és a konyhának a költségvetése is, mert mint intézményfenntartó társulás gesztor településéhez, ez Tófej költségvetésébe van beépítve. Tófej rendezett település, ám még van mit tenni a fejlesztéséért. Ezért is keresik az ezt célzó pályázatokat. Idei évben a szolgálati lakásnak a felújítására már megnyert 30 millió forint szerepel a költségvetésbe, illetve a most megjelenő pályázatoknál első körben a játszótereknek a felújítása, bővítése szerepel, de ha lehetőség van rá, akkor az utak, járdák felújítására is szeretnénk pályázni. Az önkormányzatnál folyamatosan figyelik a kiírásokat, s maguk készítik el a pályázati anyagokat. Ha kell, az önrészbiztosítása sem okoz problémát. Szerencsére van iparüzési adónk, van építményi adónk, de hát mi azt hozzá tudjuk tenni az önerőt. A Magyar Falu programos pályázatok azok 100%-ban támogatottak, de nyilván ugye a Magyar Falu programnál megvannak a határok, hogy mennyire lehet pályázni. Általában az összegben nem fér bele az az adott fejlesztés, nyilván akkor azt hozzá kell tennünk. A faluban oktatási intézményeket, köztük óvodát üzemeltetnek. Ide három faluból várják a gyermekeket. A Tófej óvoda három önkormányzat fenntartásában van, Baktütös, Puszterics és Tófej. Jelenleg 39 kisgyerek jár a három községből. A létszámok változóak, van, amikor egyben kevesebb gyerek, vagy most elég jó létszámmal vagyunk. A feltételeink annyiban változtak, hogy több éven keresztül az iskola épületében volt fent az óvoda, és 2 éve költöztünk ide le, ami 40 éve is már óvoda volt. Teljes felújításon esett át, belül is átalakították, és most az idei évben pedig külsőleg szépültünk meg. A munkaterület átadásával elkezdődött a lenti gyógyfürdő, mintegy 2,4 milliárd forintos fejlesztése. Az egészség turisztikai beruházás keretében az országban egyedülálló módon oxigénterápiás kezelésre is lehetőség nyílik. Ez a több mint 2,4 milliárdos beruházás 3 projektelemet érint. Érinti a régi fürdő téli bejáratának az átalakítását, új enteriőrrel, új külön bejárattal, turinformiroda kialakítását. A fürdőtérben, ami a második projektelem, a teljes vízgépészetnek a megújulása, medencetérnek a megújulása, ebben benne van a tanmedence és a gyógyvizes medencének a teljes korszerűsítése, felújítása, vizes blokkal, az új légtechnikát és az új fénytechnikát is beleértve. A harmadik projektelem, ami a legfontosabb, az egy új épületben kap kialakításra egy oxigénterápiás központ, és több mint 10-szeresére fog megnövekedni a fürdőgyógyászati résztege. Úgy tudom, a fejlesztés a térségben egyedülálló terápiás központ megépítését is tartalmazza.
Igen, természetesen a beruházásnak több ilyen eleme van. Krioterápiának mondjuk, ahol nagyon alacsony hőfokon veszik igénybe a vendégek a gyógyszolgáltatásokat, de emellett float spa, illetve oxigénterápiás központ is kerül kialakításra. Ez utóbbi, ez teljes mértékben egyedülálló. Oxigénterápiás központra annyit kell tudni, hogy gyakorlatilag az oxigénnek a jótékony hatását használjuk ki a gyógyításra, stroke, cukorbetegségek és különböző magasvérnyomás, illetve szívbetegségeknek a kezelésére is alkalmas, illetve legfontosabb talán még az, hogy műtét utáni rehabilitációra lehet befogni az oxigénterápiát. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy van egy speciális szoba, ahol gyakorlatilag 10 bar nyomáson préseljük be a bőrön keresztül a tiszta oxigént. Hol tart jelenleg a projekt megvalósítása? A nyertes ajánlattevővel folyamatos egyeztetésben vagyunk. Eddig az adott munkaterület lehatárolásra került, a munkaterületet a múlt héten átadtuk teljes mértékben, és ha minden jól megy, a jövő héten folyamán megkezdődnek a bontási munkálatok. Mekkora jelentőségű az új fejlesztés? Én úgy gondolom, hogy a városra nézve ez a 2,4 milliárdos beruházás nagyon nagy értékű. Arról is beszélhetünk nyugodtan, hogy ilyen jellegű fürdőfejlesztés a Dunántúlon most per pillanat lentiben van. Milyen ütemezés szerint zajlanak a munkálatok? Szakaszos átadások lesznek. Nagyon szeretnénk ez év végén a fedett fürdőrészt, tehát az úszómerencét, tammerencét, gyújvizes merencét és a gyermekpancsolót a hidromerencével együtt, hogy átadásra kerüljön, tehát vissza tudják venni a fürdőző vendégek. A teljes beruházásnak az átadása az 2022. szeptembere. Véget ért az Iron Curtain Cycling projekt megvalósítása. Ennek eredményeit a záró rendezvényen összegezték. Az Zala megyei önkormányzat vezető partnerségével zajló határon átnyúló együttműködés keretében számos fejlesztést, illetve kapcsolaterősítő közösségi programot hívtak életre. A projekt egyik fő célkitűzéseként a kerékpáros barát szolgáltatás kör bővítését jelölték meg. Az indulás óta eltelt időszakban ennek jegyében szervezték a programokat, és kezdtek hozzá a fejlesztésekhez. A tematikus utakon, szolgáltatáscsomagokon, mobilapplikáción túl olyan infrastruktúrális beruházások valósultak meg, amelyekkel hosszú távon is biztosítható a két ország közötti szoros együttműködési lehetőség, amely által várhatóan a látogatószám és a vendégészakák száma is növekedni fog a következő években. Az együttműködés részeként indulhatott el egy nagy beruházás a szlovén-magyar határ mentén. Elkészült egy olyan útszakasz, mely Rédics és a Lendvai Tenkehegy között teremtett összeköttetést. Egy olyan turisztikai kínálatnak lett része ez a vidék, az a konkrét terület, amely eddig nem volt feltárva. Ebben az együttműködésben természetesen szlovén oldalon is születtek infrastruktúrális beruházások, aminek olyan hozadéka is lehet, hogy az ide látogató turista átkirándul Szlovéniába, ott is megnézi a látnivalókat, de természetesen érdeklődés van a Szlovéniában jelentkező turisták oldaláról a magyar látnivalók, a magyar lehetőségek iránt is. A pályázatban vállaltak megvalósításával nem érnek véget a régióban a kerékpáros fejlesztések. A megyei önkormányzatnál már tervezik a következő ciklus beruházásait. Kedves nézőink, ezzel mai összeállításunk végéhez értünk. Műsorainkat megtalálják a legnagyobb közösségi videó megosztón is, az Zalai Krónikát keresve. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A Zalaszentlászlói Gyógynövények Völgye praktika sorozatában a természetességen és szemléletváltáson volt a hangsúly tavaly nyáron. A hölgyeknek szóló sorozat 5 héten keresztül elméleti és gyakorlati foglalkozásokon érintett különböző témákat. Szó volt például a biogazdálkodásról és a különböző gyógynövényekről is. Idézzük most fel ezt a nyitott porta eseményt. A Zala termálvölgyében található gyógynövények völgye egy több lábon álló gazdaság. Elsősorban gyógynövényekkel és azok házi feldolgozásával foglalkozik.
A 15 hektár alapterületű családi gazdaság rendelkezik még üzemmel, szálláshelyjel, de szántóföldi gazdálkodást is folytatnak a területen. A kínálat bővítése céljából hozták létre a Seprűnyélen Angyalszárnyon címet viselő praktikasorozatot, mely elsősorban a nőket szólította meg. A szépség ott kezdődik, amikor eldöntöd, hogy önmagad leszel. Tehát kenhetünk mi magunkra akármit, de belülről jöjjön az önbizalmatok, az elégedettségetek, a büszkeségetek. A természetesség és szemléletváltás jegyében 5 héten keresztül elméleti és gyakorlati foglalkozásokon ismerkedhettek meg a résztvevők például a biogazdálkodással, de szó volt még a testmozgás fontosságáról is. Az utolsó alkalom témája pedig a megszépítő kenceficék a kertünkből volt. Fitoterapeutaként számomra nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy az emberek minél kevésbé használják a kemikáliákat. És próbálok olyan kis kencéket most mutatni az asszonykáknak, amik tényleg egy pár perc alatt elkészíthetők. Nagyon sokszor rohanunk, én magam is, és könnyebb lekapni a boltban a polcról a krémet, de meg akarom mutatni, hogy az milyen élvezetes, mikor mi majdunk készítünk el valamit. Kimegyünk a kertbe, és ott bazsalikomot szedünk, citromfüvet, mentát, most nagyon illatos lesz a mai napunk. Hát a legfontosabb a gyűjtés, gyűjtőhely megválasztása. Tehát az, hál' Isten már elég köztudott, hogy forgalmas utak mentén ne gyűjtsünk, mert nagyon jó méregraktárak is sajnos a növények, úgyhogy az mind a bőrbe kerül, tehát a kertből vagy a forgalomtól távol eső növénykéket gyűjtsük, lehetőleg a saját kertünkből. Még az is nagyon fontos, hogy például a kis sűrítőanyagok is nagyon természetesek, például a méviaszt fogunk használni a krémek szilárdítására, amit sokan nem tudnak, mint emulgálószer. Ez a méviasz. Kehida Kustányból érkeztem. Nálunk ott a faluban van egy hagyományőrző úgynevezett Mariska udvar, egy tájházzal, egy ilyen komplexum, és nekünk ott az udvarban van egy gyógy- és fűszernövény tanösvényünk. És ennek kapcsán is, tehát ezt ilyen nagy szeretettel gondozzuk, és hát szárítjuk a különböző növényeket, és ennek kapcsán kerültem ide, hogy itt szerettem meg egyik oldalról, a másik oldalról. Nekem 3 évvel ezelőtt halt meg a 101 éves nagymamám, aki annak idején rendszerváltáskor, mikor a legelső ilyen Mária Tremen könyvet kiadták, az elsőt én a mamának vettem meg, aki kívülről tudta az egészet, és úgy halt meg 101 évesen, elgyengülésbe igazából, hogy semmilyen gyógyszert soha nem szerett. Egy kicsit is bármilyen baja volt, már ment és szedte frissen, vagy csinálta a teát, vagy éppen a kencét, amire éppen szükség volt, de akár a család többi tagjának is, tehát nem csak magát gyógyította így, hanem a többieket is, akik hát elfogadták, ugye nem utasították el. És hát itt tényleg az embernek a saját tapasztalata, hogy mi a különbség egy maripen vagy egy lándzsás útifű tea között, azért egy torokfájásra az nem mindegy. Tehát, hogy van mellékhatása annak a hatóanyagnak, vagy éppen semmi, hanem tényleg csak a gyógyhatása. A természet zöld patikájában minden fellelhető. Nagy bőséggel kínál nekünk bőrápoló alapanyagokat. A program során a mentás bazsalikomos dezodor, a rózsásmálnás ajakír és a mákos joghurtos bőrradír elkészítésének fortéjaival ismerkedhettek meg a résztvevők. Hát például egy bőrradírnak a receptje rettentő egyszerű. Össze kell keverni egy fél teáskanál kis joghurtot, egy fél teáskanál mézzel, és abban egy csöpnyi mákot kell beleszórni, és egy kis tejhabosítóval összekeverni, tartályba tölteni, és lehetőleg azonnal felhasználni. Ezek a termékek nem sokáig tarthatók el. Hűtőszekrényben például egy dezodor, az egy hónapig, 2 hónapig talán eláll, de ez a bőradír például 1-2 nap múlva megromlik. Ez is a hátrány, tehát emiatt nem lehet ilyeneket kapni a boltokban. Mit gondol, miért is házilag készítsük el magunknak, és ne boltban vásároljuk ezeket a termékeket?
Hát erre talán a legjobb válasz az ajurvédából adódik. Tehát ajurvéda azt vallja, hogy amit magunkra kenünk, azt tudjuk is megenni. Tehát csak olyat kenjünk magunkra, ami megehető. Így kenhet, igen. Ja, nagyon finom. Bátran. A Seprűnyélen angyalszárnyon praktika sorozatra Zala Szent László környékéről érkeztek a résztvevők. Sokan közülük otthon is szívesen készítenek természetes alapanyagokból krémeket, gyógykészítményeket. Szoktam csinálni fekete nadájtőkrémet, különvirágkrémet, akkor gyógyteákat, sőt én ültettem oda haza gyógynövényeket is, hogy ne kéne elmenni a réten mászkálni. Úgyhogy én a teákat is használom, akkor ugye rengeteg csalányt szárítok, mert ugye van permetezek is, úgyhogy én ragaszkodom ehhez a természetes dolgokhoz. A természet tehát számtalan alapanyagot kínál nekünk, melyeknek gyógyhatása már mindenki számára ismert. A méz például sebgyógyító, bőrnyugtató, fiatalító és frissítő hatásával varázsolja bőrünket szebbé. A tejtermékeknek pedig hidratáló, védő, regeneráló és frissítő hatása is ismert. A programsorozat utolsó foglalkozásán a jó hangulat garantált volt, így az sem kizárt, hogy folytatása is lesz a jövőben. Az Ormos Intézet gyermekekről szóló Tanulószoba című beszélgetés sorozatának következő részében a csecsemő értelmi fejlődése a téma, kitérve többek között a beszédfejlődés és a kognitív képességek alakulására, ezek fejlesztési lehetőségeire. Tanulószoba. Minden, amit gyermekünk fejlődéséről tudni kell. A csecsemő értelmi fejlődése. Köszöntöm Önöket! Milyen okosan néz, mondjuk sokszor akár egy újszülöttre is, pedig a kisbabák értelmi képességét nem feltétlenül a tekintetükön keresztül kéne meghatároznunk. Stúdiónk vendége Posta Júlia, az Ormos Intézet képességfejlesztő központjának szakmai tanácsadója. Júlia, miből következtethetünk arra, hogy hol tart egy kisbaba értelmi fejlődése? Ugye beszélgetni nem nagyon tudunk még vele. Nagyon megfelelő volt az a kép, amit elém rajzolt az előbb azzal, hogy a kisbaba szeméből meg lehet állapítani valamit. Igenis meg lehet állapítani nagyon sok mindent. A kisbabáknál az elsődleges kommunikáció az a hangadás, illetve a mimika. Ezzel tudnak a felnőttekkel, a saját szüleikkel kommunikálni. Mindannyian tudjuk, hogy az első időszakban, az első hetekben az újszülött folyton sír, hogyha valamilyen gondja van, azzal jelzi, hogyha problémája van. Egy idő nincs után... Nincs más eszköze szegénynek. Nincs, bizony. Csak a hangja, illetve hát a teste, amivel jelzéseket tud küldeni az édesanyja felé. Ezért nagyon fontos az első időszakban a testi kontaktus megtartása, illetve az arccal gyermek felé fordulás. Ebben az időszakban a kisbaba egyértelműen tudja 3 hónapos korától jelezni azt, hogy ő éhes, vagy szomjas, vagy fázik. A szülőnek nem kell más csinálnia, az édesanyjának csak figyelnie ezeknek a sírásoknak a különbözőségeit. Ez ilyenkor hangmagasságbeli különbség, hogyan lehet ezt dekódolni? Hangmagasság, hangélesség, ritmikusság, a dallamvonal. Vannak olyan babák, akik ezt cifrázni is tudják. Tehát még az idegenek, a szomszédnéni is meg tudja állapítani róla, hogy na, Józsika éhes, mert most úgy sír. Ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy ahhoz, hogy a kisbabánk megfelelően fejlődjön, iszonyú mennyiségű odafigyelés szükséges. Akkor ezzel szemben jön a másik tábor, aki azt mondja, hogy hát el lehet kényeztetni a kisbabát. El lehet-e kényeztetni a kisbabát? Semmiképpen nem lehet a kisbabát elkényeztetni. Igen, évszázadok óta a probléma ez a családoknál, és vitatárgyát képezi, még a szülők között is gyakran, hogy fölvegyük a kisbabát, ha sír, vagy ne vegyük föl a kisbabát, ha sír. Beszélgessünk-e vele, ha úgy látjuk, hogy unatkozik, vagy ne tegyük ezt. Én azt mondom, hogy minden szülő ösztönösen figyeljen oda a gyerekére, szeresse, és akkor pontosan fogja érezni egy idő után, hogy adott esetben, egy-egy helyzetben valós szükségletei vannak a babának, vagy nincs. Ugyanakkor óva intenék minden szülőt attól, hogy a síró kis babát magára hagyja.
pusztán nevelési szándékkal, ugyanis a későbbiekben a szocializációban, a közösségi magatartásban ennek nagyon-nagyon nagy hátránya lesz. Hát az a módszer, ami nagyon sokáig tartotta magát, hogy hagyjuk, hadd sírjon, az most már teljesen idejét múlt. Teljesen idejét múlt, a kisbaba így tanul meg kommunikálni velünk. Hogyha figyelmen kívül hagyjuk a jelzéseit, legyen az egy nyekkenés, vagy egy hangadás, vagy a gőgicsélésben bizonyos hangok adása, vagy későbbiekben bizonyos szótagok, vagy majd a kezdő szavak kiadása, ha ezt egy szülő figyelmen kívül hagyja, akkor a kisbaba azt tanulja meg, hogy ő senkit nem érdekel. És ezzel a fejlődésében is gondolom hatalmas szakadék keletkezhet. Óriási szakadék keletkezhet, nem csak az óvodáskorban okoz ez problémát, hanem későbbiekben a felnőttkori szocializációban is ugyanitt lelhetők fel ennek a gyökerei. Tehát a kisbaba értelmi képességét akkor a testéből, a hangadásából és akár a tekintetéből is leszűrhetjük, hogy ő hol tart most? Így van, a mozgás és ezen kívül még a mozgás fejlődéséből, illetve a beszéd fejlődéséből, ami egy kisbaba esetében a gőgicsélést, majd a gagyogást és később a szavak kiejtését jelenti. Ugye ilyenkor jön az a képbe, hogy hát de mikor kezd el beszélni a baba, hogy mikor oké az, hogy ő már mond szavakat és mikor kell pánikba esni? Tipikusan azt szokták mondani, hogy nagyjából 3 hónapos körül a baba elkezd már játszadozni a hangjával. 5 hónapos kora körül már kifejezetten élvezettel teszi ezt, ezt hívják gőgicsélés időszakának, ezen nagyon sokan szoktak kacagni, és egy nagyon érdekes időszak, és később a gagyogás időszaka jön el 6-8 hónapos kor körül, amire már érdemes odafigyelni, és minden gagyogási szót, kezdeményt a szülőnek visszajelezni. Miből látjuk azt, hogy a baba figyeli azt, amit mi mondunk, teszünk körülötte? Nagyon egyszerű, hogyha a gyerekkel közösen egy légtérben tartózkodunk, akkor lehetőleg minden tevékenységünket vele együtt csináljuk, és próbáljunk közös figyelmi helyzeteket teremteni, megfogjuk a karunkba, emeljük a kisbabát, és a teremben, szobában lévő tárgyakkal végigmegyünk, melbeszéljük neki, hogy most mit csinálunk. Némelyik szülő még kenguruba is teszi ilyenkor a gyerekét, ami nagyon hasznos tud lenni, mert egy egész tevékenységsort végig tud vele kísérni. Tehát ezáltal otthon is fejleszthetjük a babánkat akár. Így van, nem kell bonyolult dolgokra gondolni, a mindennapi együttlétezés nagyon jó erre. És akkor ilyenkor jön az a kérdés, hogy igen ám, de ahhoz, hogy a szülőnek ennyi figyelme legyen és ennyi gondoskodás legyen benne, a saját mentális egészségére is menet közben nagyon oda kell figyelnie. Amikor találkozik szülőkkel, akkor mennyire tud erre is figyelni, hogy hú, most lehet, hogy az anyuka azért nem tudott részt venni a baba fejlesztésében, mert hogy ő nem állt erre készen. Abszolút így van, az eddig végzett munkám során, illetve csak a magánéletemben a családokkal kapcsolatos összefüggésekben is nagyon gyakran észrevehető, hogy ahol az édesanyának vagy az édesapának nincs ideje töltődni, egy idő után ő már nem tud adni. Tehát szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy minden családban meg kell találni azt az egészséges egyensúlyt, ami az édesanyának vagy az édesapának az odafigyelését jelenti. Emellett párhuzamosan az önidőt, én időt, magánidőt meg kell teremtenie minden anyukának és édesapának, hogyha ő neveli a gyereket, mert egy idő után kiég, elfárad, képtelen lesz odafigyelni arra, hogy mit csinál a gyerek, vagy észre sem veszi, hogyha valamilyen nehézséget támad. Nagyon nehéz lehet megtalálni ezeket az arányokat, mikor túl sok, mikor túl kevés az odafigyelés és a gondoskodás, de azt hiszem, hogy a babák a létező összes gondoskodást és odafigyelést megérdemlik, és hogy ezáltal fejlődnek, ezáltal lesznek aztán egészséges mentális és fizikai állapotú kisgyerekek, és aztán felnőttek. Köszönöm szépen. Március 23-a a Lengyel-Magyar Barátság napja. Erről 2006-ban közösen döntött a két ország köztársasági elnöke. Győrben írták alá a nyilatkozatot. 2007-től pedig mindkét országban hivatalosan is ünnepnap a mai. Hévíznek is van lengyel testvérvárosa, Újcsiki Dolne. A kapcsolat ma is aktív. A járványhelyzet előtt többször is járt nálunk a lengyel delegáció, és részt vettek kulturális rendezvényeinken. Ez kölcsönös, hiszen 2019-ben a Tiszta Forrás dalkör kapott meghívást hozzájuk, és lépett fel az úgynevezett kárpátaljai turisztikai rendezvényen Újcsiki Dolnéban. Akkor televíziónk stábja is velük tartott. Idézzük most fel ezt a látogatást, emlékezzünk így a lengyel-magyar barátság a történelmi összetartás fontosságára. Én már a kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Lengyelországba indult útnak a Hévízi Tiszta Forrás dalkör, hogy ottani testvérvárosunk Úrcsiki Dolna meghívására fellépjen az úgynevezett kárpátaljai turisztikai rendezvényükön. Még mielőtt azonban testvértelepülésünkre megérkeztünk volna, Kassán volt utunk első megállója, ahol egy helyi magyar idegenvezető kalauzolt el bennünket a belvárosban. Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, az egykori Abaúj-Torna vármegye székhelye, ma is katolikus és evangélikus székhely. Kassa legtöbb műemléke a főutcán található, csak nem mindegyiknek magyar vonatkozása is van. Kassa déli kapujánál egy föld alatti múzeumot láthattunk, majd tovább haladva azt az emlékművet is megtekintettük, melynél Kassaváros címerének alakulását követhettük nyomon. Majd a főutca legékesebb pontjához értünk, mely kétség kívül az Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére emelt Szent Erzsébet dóm, és a mellette fekvő Szent Mihály kápolna, ahol a csoport dalra is fakadt. A Székesegyház és a színház között található a látványos zenélő szökőkút, mely 1986-ban épült, és esténként fényjáték kíséri a harangjátékot. De a főutcán helyezkedik el a Lőcsei ház is, a város egyik legrégebbi épülete, a valamikori leghíresebb kávézó és az 1780-ban épült történelmi városháza épülete is. Valóban a magyar történelem, a magyar kultúra, a Kárpát-medencei összetartozás, sok-sok momentuma van ennek a városnak a történelmében. Sajnos tragikus események is, ahogy említettük, ugye, hogy a kassai kormányprogram itt fogalmazódott meg, ahol a németeket és a magyarokat hontalanná tették, mert elvették az állampolgárságukat. Én nekem 3 éves voltam akkor, szintén háborús bűnösként szerepeltem. És ezek megdöbbentők, és nyilvánvaló, hogy város vezetése úgy szokta emlegetni, hogy multikulturális város. Minden város multikulturális már Európában, inkább multietnikus, mert valamikor a középkorban a németek domináltak, a 18-19-20. Században a magyarok, és sajnos a németek és a magyarok lassan eltűnőben vannak, mert ugye a város lakosságának 2,7%-a, vagyis 6350 polgár jelentkezett magyar nemzetiségűnek, és 8500 pedig magyar anyanyelvűnek. Kassa meglátogatása után aztán valóban Lengyelországba vezetett útunk, ahol másnap reggel a környék nevezetességeit tekintettük meg. Úrcsiki Dolna Dél-Kelet-Lengyelországban, közel az ukrán határhoz helyezkedik el, a kárpátaljai vajdasághoz tartozik, ezen belül Bieszcsádi járás székhelye. Ideiglenesen a Szovjetunióhoz került 1944 után, majd 1951-ben egy határrendezést követően került vissza Lengyelországhoz. A Kárpátok dombjai, a Besszádok, vagyis a Bieszcsádi hegység övezi. Ehhez kapcsolódik az ottani kikapcsolódási lehetőségek tárháza is, melyet elsősorban a hegyi és az agroturizmus jellemez. Úrcsiki Dolnétól néhány kilométerre fekszik egy népszerű kirándulóhely, a Szolina víztározó, ahova különböző attrakciókat építettek ki a látogatóknak. Itt is, mint a környéken főként, a belföldi turizmus jellemző, így valóban lengyel kirándulókkal volt tele ez a hely is. A Szolina a Szán folyón helyezkedik el, és Lengyelország legnagyobb víztározója. A mesterséges tó az ország legmagasabb gátjával várja a nézelődőket, illetve hajózásra, vízi biciklizésre is lehetőséget nyújt.
Solina powstała w latach 70., zapora w Solinie powstała w latach 70., dlatego że tutaj były wioski, które zostały zatopione. A komplexumot az 1970-es években építették, elsősorban a medréből gyakran kilépő folyót szerették volna kordába tartani, hiszen problémákat okozott a környező falvakban. Maga az erőmű és a zsilip éveken át épült, ma már pedig turisztikai jelentősége is van. De innen vezetik be a vizet például Uscsiki Dolnéba is. Főként belföldi vendégek érkeznek ide, Lengyelország minden pontjáról, de egyre több külföldi is felfedezi a látnivalókat. Ez jellemző az egész Bieszczád-hegység turista forgalmára is. Természetesen nem csak a környék, de Uscsiki Dolna települései is szolgál látnivalókkal. Mivel a lengyelek köztudottan vallásosak, így ebben a kisvárosban is számos templomot láthatunk. A legrégebbi és a legnagyobb a főutcán található római katolikus templom, de a dolgos Szent Józsefről elnevezett, modernebb kivitelű templom is egy monumentális épület a településen. Ezen kívül a görög-katolikus vallásgyakorlók száma is jelentős, így nekik is van templomuk a belvárosban. A hegyi turizmushoz kapcsolódva nem csak kerékpáros, illetve télen sítúrákat szerveznek az ide látogatóknak, de az úgynevezett drezina, hajtós jármű is nagyon népszerű. A sinekre épített szerkezettel 20 kilométeren át ismerhetjük meg a környező dombokat. Ami pedig a környéken járva és a városban sétálva is szembetűnő, hogy a helyiek nagyon igényesek környezetükre, rendezett, virágos kertek és terek várják az ideérkezőket. Fontos szerepet tölt be a sport, a mozgás is az itt élő emberek életében, így az iskolák udvarán is modern sportpályák helyezkednek el. Legnagyobb nyilvános közösségi parkjukban is van sportolási és mozgási lehetőség, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. De aki a természet közelségét részesíti előnyben, neki is csak pár métert kell megtennie, és már is a domboldal fáinak árnyékában, vagy a patakparton találja magát. Ott jártunkkor természetesen a hangsúly a főtéren volt, ahol az úgynevezett kárpátaljai turisztikai vásár programjai várták a vendégeket. Ezen a programon lépett színpadra a Hévízi Tiszta Forrás dalkör, de számos egyéb táncos és zenés egyesület is, akik mind a település meghívására érkeztek. Találkoztunk így többek között ukrán és szlovák fellépőkkel is, akik mind jó hangulatot varázsoltak a rendezvény helyszínére. W 2000 roku powstał mały jarmark turystyczny. Ez a fesztivál városunk egyik legjelentősebb programja, 2000-ben indult útjára, akkor még kisebb méreteket öltött. Ma már azért nevezzük kárpátaljai vásárnak, mert fő célunk vele, hogy a vendégfellépők által a Kárpát-medence közös egyetemes kultúráját népszerűsítsük, és megismerhessük más népek táncait, hagyományait. Ezért hívtunk szlovák, ukrán és magyar fellépőcsoportokat is, és nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat. Célunk mind kulturális, mind pedig turisztikai vonalon még szorosabban összekapcsolódni ezekkel az országokkal, akiket mind a barátainknak tartunk. Így nagyon boldogok vagyunk, hogy Hévíz is itt van. Nagyon fontos számunkra ez a kapcsolat, és felnézünk az önök turisztikai központjára. Nagyon fontos nekünk ez a testvérvárosi kapcsolat. A színpadi programok mellett megismerhettük a környék látnivalóit is egy mini kiállítás keretein belül, illetve a település testvérvárosairól is itt helyeztek el információkat. Mint a plakátokról is megtudtuk, bizony számos látnivalót rejtenek a környező hegyek, melyek felfedezésére nem elég egy-két napot eltölteni itt. Öt domb övezi a várost, ezeket nevezik a helyiek Uscsiki koronának. Ezek a hegyek a történelem számos mementóját őrizték meg a látogatóknak, melyeket különböző vezetett túrákon ismerhetünk meg. Kérdésünkre a település polgármestere elmondta, mindannyiunk öröksége mindaz, ami ebben a pár napban ezen a fesztiválon megelevenedik. Magyarország is ehhez a nagy családhoz tartozik, így természetes volt az invitálás, melynek örül, hogy eleget tett Hévíz. Városunkon kívül egyébként Zamárdi is testvérvárosa Uscsiki Dolnénak,
tehát a magyar kapcsolatok ápolása kiemelten fontos számukra. Magyar-lengyel, kettő barát. Mi ezt valljuk, és nagyon komolyan is gondoljuk. Tavaly voltunk Hévízen, és bemutattuk a lengyel konyha egyik jellegzetességét. Akkor is nagyon jól éreztük magunkat, de nálunk is járt már az önök polgármestere, és lecsót főzött nekünk. Tehát ez egy élő kapcsolat, mely reméljük a jövőben minden téren még szorosabb tud lenni. Ezeken a kisebb projekteken és találkozásokon kívül egyéb terveink is vannak. Szeretnénk a turizmus területén is összedolgozni, adott esetben vendégkört cserélni és népszerűsíteni egymás régióját. A polgármester hozzátette még, a Lengyel Bányászati Egyetemmel együttműködve szeretnék felkutatni, van-e termálforrás a településen, adott esetben ők is kihasználnák a gyógyvizes turizmus adta lehetőségeket. A Tiszta Forrás dalkör első fellépése itt a főtéren felállított színpadon volt. Mint az egyesület elnöke elmondta, megtiszteltetésnek vették Uscsiki Dolna meghívását, és nagy örömmel készültek. A fesztivál egyik napján körülbelül 30, míg másnap egy 50 perces műsorral örvendeztették meg a közönséget. Az, hogy végül is ide kijöhettünk, az egy örömteli dolog volt, de az előzte meg, hogy nálunk, illetve a Hévízen vendégszerepeltek az Uscsiki Dolnai művészeti csoportok, polgármesterrel, a művészeti intézet vezetőjével, és ott találkoztunk. És mi akkor ugyan nem szerepeltünk, de mint népdalkör, azt mondták, hogy szeretnének meghívni bennünket. Hoztunk szórólapot, hogy minél többen ismerjék, mivel ez egy turisztikai vásár tulajdonképpen, ami itt három napos, és külön asztalt kaptunk, ahol ezeket a lapokat elhelyezhettük. Vittek bennünket a városba, elhoztuk az olyan pólónkat, amin szintén szerepelt, hogy Hévíz, és ezt végigvittük Dolnén, és próbálunk minél több ismerős szerezni, vagy felkelteni az érdeklődést a városunk szembe. Találkoztunk már napközben is lengyelekkel, és mint a testvérek, tehát nagyon barátságosak, és nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Csere bogár, meg a cseresni, barna nekik ne szeresd a menyecski, a menyecske hízeleg az urának, az urának, hát a mögött szeretőt tart magának. A magyar tájegység dalait hoztuk, de legtöbb a zalai. Hát 25 ezer népdalt gyűjtöttek össze, tehát nagyon sokból lehetne meríteni, de most direkt olyanokat válogatunk, ami Hévízhez, a Balatonról szól, vagy tehát olyan tehát vidám, pattogós dalokat hoztunk, mivel nem értik a nyelvünket, legalább a dallamot. Egy meglepetés dallal is készültünk, megtanultunk egy lengyel népdalt, amit a végén lengyelül fogunk elénekelni. Mint az egyesület elnöke elmondta, közösségépítésnek sem utolsó számukra ez az utazás, hiszen baráti társaság az övék, így a közös élmények még inkább összekovácsolják őket. Hozzátette, nagy szeretettel várnak új tagokat is, így aki csatlakozna hozzájuk, ne habozzom. Vasárnap felvonulást szerveztek a délelőtti órákban, melyre a három nap alatt fellépő egyesületeket kérték fel. A színes kavalkád célja az örömzenélés, a különböző nemzetek közösségeinek összekovácsolása volt. Thank you.
nyava, vinyet lecce, jaki dobučava. A menet végállomása a már korábban említett közösségi tér volt, ahol a fesztivál utolsó napjának programjai zajlottak, népszerűsítve és megtöltve élettel ezt a helyszínt is. Aznap este itt adott műsort a Hévízi Dalkör is. A műsorunkat próbáltuk színesebbé tenni citera kísérettel, két régebbi tagunknak a segítségével. Ezen a két napon mindösszesen 90 körüli dal hangzott el, ami azért egy elég jelentős szám. Úgyhogy hát azért volt felkészülési időnk és lehetőségünk erre a két napos fellépésre. Ez kicsit szokatlan így a népdalkörtől. Ekkora fesztiválon én legalábbis nem voltam még velük, ugye egy éve, szűk egy éve vagyok velük, úgyhogy ez volt ideig a legnagyobb rendezvény, amin részt vettünk. Sej rabot fai, bimbes dombos határban, úgy elfáradt karom az aratásban, úgy elfáradt, nem bírom felemelni, sej nem bírom a Én nagyon szeretek énekelni, és ez éltet engemet. Nekem egy ünnep, amikor hétfőn járok próbára, mert délelőtt hozzák a három éves kis unokámat, és este meg mehetek próbára, és nagyon szeretem a csapatot, mert járunk versenyekre, úgyhogy én jóba rosszba úgy érzem, hogy együtt vagyunk, és hát én szeretek, úgyhogy éltet engemet az éneklés. Hazautazásunk előtti estén a város polgármestere még egyszer személyesen is megköszönte Hévíz részvételét a programon. A Tiszta Forrás dalkör pedig egy dallal fejezte ki, mennyire hálásak a meghívásért és az Úscsiki Dolnéban eltöltött napokért. Vakcinainfo. Hazánkban már több mint 1,5 millió ember kapta meg a koronavírus elleni oltást. Ezzel a beoltottság terén Magyarország már a második az uniós rangsorban. Az oltási programban 5 féle vakcina áll rendelkezésre. A magyar szakemberek szerint mindegyik hatásos és biztonságos. Kérjük, ha még nem tette, regisztráljon ön is, és biztassa erre családtagjait és ismerőseit is. Csak az oltással vethetünk véget a járványnak. Éljünk a lehetőséggel. Együtt újra sikerülni fog.